Te, mondom, a Szent Háromságos Egyisten templomában. És mi a fájdalmas rózsafüzér tetőpontja? Akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Krisztus király. Ő van a centrumban. És minden szentmisén, itt, minden oltáron, mikor konszekrálódik a pap kezében, jelen van a Szent Háromságos Egyisten. A szűzanyát megkérdezték Medjugorjéban látnokok, hogy mondd már, szűzanya, melyik a kedvenced? Tizedek közül. Lefogadok, hogy mindannyian azt mondtuk volna, hogy aki nekünk a szent lelket elküldötte. Nekem addig az volt a kedvencem. Azt mondta a szűzanya, hát az is nagyon kedves, de ha nem tudtok többet mondani, csak egy tizedet, és valamiért nagyon imádkoztok, mindig ezt az egyet mondjátok. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Krisztus király. Most persze föltetjük a kérdést, hogy hoppá, de azóta kaptunk, mellesleg nem új, ez egy régi rózsafüzér, csak a második János pápa Szentatyánk fölújította. Van a világosság vagy fény rózsafüzér, ki ahogy hívja? Az az örvendetes és a fájdalmas közé esik. Annak a tetőpontja, aki nekünk meghirdette Isten országát. Újra kell evangelizálni a világot. És mi a befejezése a fény rózsafüzérnek? Aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. És gyűn a fájdalmas rózsafüzér, mert maga az Eucharisztia. Mikor a kislányom első áldozó volt, mondom itt, a Szent Háromság templomba, Borika, fiút vártunk, harmadjára is. Középsőt elveszítettük Csernobilnál. Őt meg a Jóisten adta. 12 év után egyszer csak adta. De fiút vártunk, én legalábbis. No hát, három fiún túl tesz. Most már egyetemista. De amikor kisiskolás volt, már akkor ő volt a teológus az osztályban. És lány létére úgy rendbe rakta őket, hogy nem igaz. És mondtam a papnak, hogy ide figyelj, jövőre hozzád kerül a gyerek, és akkor lesz első áldozó majd. Vigyázz rá, mert ez olyan teológus, hogy ha nem tudsz neki válaszolni, kitér a hitéből. Miért azt mondja, miért, miket kérdez? Mondom, ide figyelj. Mindig azt kérdezi, hogy hogy van benn, a Szent Háromságos Egyisten a Szentostyában. És miket mondasz neki? És mondom ezt, azt mondja, jó, mondom azt, az is jó. Azt mondja, nem használ, nem. Hú, azt mondja, akkor nehéz eset. Azt mondja, várjál ide, figyelj. Most jövök papi lelki gyakorlatról, ahol a megyének, egyházmegyének az összes papját, aki élt és mozgott, ott tudott lenni, és egy öreg pap tartotta a lelki gyakorlatot, aki a Jóistenhez való elköltözés, meg a nyugdíj között volt, épp hogy csak tudod nyammogni. 15 percig tartotta a lelki gyakorlat, de az olyan volt. Azt mondta nekik, hát az öreg pap bátyja a többinek. Kadvasai! Egy községben csoda történt. Nem realista, aki nem hisz a csodába, az élet maga csoda. Kedvesei! A pap működése megáldásra került. Ugyanis még a pártagok is megkeresztelgették, és kiléptek a pártból. Ez volt a 80-as években. Kérem szépen, ez olyan csoda volt, hogy még a nyugdíjas volt pártitkár is, meg a 6 éves gyerek is, mind az orgonasípok ott álltak a misén. A fél falu egyszerre megkeresztelkedett a pap hatékony cselekedete kapcsán. A püspök is látni akarta ezt. A környékbeli papok is eltették a misét, nem elhagyták, hanem más időpontra rakták, hogy ott legyenek a csodán. Be se fértek az emberek, sok ember kívül állt, hangszórók, stb. Gyűjt a püspök, hál' Isten a püspök, nem csak agapés püspök volt. Kacelen aztán rántott hús legyen.
aztán a kiskörösön meg pörkült legyen. Hármat is keresztülünk, hogy ásváldozom. Csak jut eszembe, nem a mostani érsekükről van szó, mert legyenek büszkék. Olyan érsekük van. Majd egyszer hálát adnak érte, hogy milyen érsekük van. Na, elég az hozzám, bement a püspök, vizsgáljátok meg, amit kaptok. Hát megvizsgáltam. Oda ment a legkisebb gyerekhez. Szólt az orgona, az meg félrehívta a gyereket. Gyere ide, kicsi fiam. Vizsgáztatta. Persze a gyerek nem tudta, hogy vizsgál ez. Frocliszta. Kicsi fiam, hány Isten van? Egy. Hány személybe? Három. Úgy, mint atya, fiú, szent lélek. De szépen megtanultad. Gyere, menjünk arra. Ide figyelj. Te is azt hiszed, hogy a Szent Háromságos egy Istenben van az ostyába? Azt mondja a gyerek. Igen. Azt mondja apa, neki a püspök. Gyere még arrébb. Ide figyelj. Hát jó, ez a sok laklétán, ezek fölnőttek, ezek bevágták, meg te is bevágtad a hittant. Jó, hát szép válasz volt, tagadhatatlan. Neked még folyik a nyálad, vagy neked már folyik a nyálad, nekem még folyik a nyálom. Hát ilyenek ki a mennyek országa. A kisgyerek meg a nagygyerek. Mondta a püspök, ide figyelj. Hát hogyan lenne benne? Hát mi már csak tudjuk, mi gyerekek vagyunk. Ilyenek ki a mennyek ország. Hogyan lenne benne a Szent Háromságos egy Isten? Vegyük sorra. Atya, hát hogyan fér bele a világ teremtője abba a kicsi ostyába? Hát belegyömöszüli magát. Gyerek, majdnem elálljon. Jézus Mária. Hát ilyen a püspök, hát a papunk nem ilyen. Persze vizsgáztatta, frociszta, gyerek nem tudta. Majdnem elálljott. Na aztán annak volt egy fia. Majdnem 2 méteres torinóli lepel, majdnem 2 méteres a pali. Na, az hogy fér oda bele? Meg 2000 éve meghalt. Na, milyen állapotban van ott? Miket mond a püspök? Már gyerek, már majdnem még jobban elálljunk, már szédülök. Meg aztán a szent lélek is bent van. Az hogy van bent? Mint a bicikli gumit fölfújják, befújják a szent lelket, az ostya. Miket beszél a püspök? Már majdnem teljesen elájult a gyerek. Meg aztán így hárman együtt, hogy vannak ott bent? Nem vesznek össze. Miket beszél a püspök? Gyereknek a szava sincs. Meg aztán törik. Ezt mit kaptál? Kis ujját, fülit? Mit kaptál? Jézus Mária! Miket beszél a püspök? Meg aztán a világ összes tabernákulumában van. Most hon van? Kecelön? Uruguayban vagy Indiában? Hon van? Jézus Mária! Miket beszél a püspök? Aztán a püspök kifogyott. Majd a gyerek megszólalt. De furcsa a pap bácsi. Hát itt benn vagyunk a templomban, de nem rohanunk ki. Pedig ha egy csöppeszünk van, ki kéne rohanni. Mert ha ránézek a falra, csak a föstéket látom. De a fösték az nem tart, hanem ami mögötte van. A beton, a tégla, meg a fa, az tart. De én ezt nem látom, csak tudom és hiszem. Püspöknek legyüttek a könnyei. Azt mondta, kicsi fiam, köszönöm a predikációt. Ne haragudjál, vizsgáztattalak. Én is így gondolom. Ezzel a tanítással azt mondod, hogy ahogy a fizikumban, a templomban, a 3 erő tartja a templomot, ugyanígy az egyházat tartja az Eucharisztián keresztül a Szent Háromságos Egyisten a Szentostyába. Így gondolod, te is kicsi fiam, ugye? Azt mondta, gyerek, igen. Azt mondta a püspök, na, gyület az első áldozás, legkisebb rendben van, akkor a pártitkár is. A volt pártitkár. Ha már itt vagyunk a Szent Háromság templomában, már csak egy gondolat. A rózsafüzér, örvendetes rózsafüzér első titka. Már volt olyan teológia, ahol azt mondta, központi teológiában egyik barátomnak írt, nem mondom meg, hogy melyik teológiáról, egy másik teológus, hogy a Jóisten küldte ide ezt a színészt, mert a 30 kispap közül már csak 2 mondták a rózsafüzért, és 2 jártak szentségimádásra. Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te Szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
Ez a kezdete. Fölfogtuk-e az angyal üdvözletet? Kérdeztem Barsi Balázs atyától is, Bolberic atyától is, két egész nagy papunk, hogy mondhatom-e. Azt mondta, mindenhol mondhatod. Hol olvastad? Mondom, az olvasóból. Jó Isten, kirakta az utat, úgy látszik. Az angyal üdvözlet. Az angyal megszólítja az Máriát, és Mária válaszol neki. Hány választ ad Mária? Sokan elkapkodva rögtön rámondják, egyet. Hármat. Megszólítja az angyal Máriát. Mi az első válasz a Máriának? Mit mond az angyal? Az angyal meghallotta a választ, egy szót nem szólt Mária. De az egész lényével csodálkozott. Szüzességi fogadalma van. Izaiásnál benn van, hogy szüzen fogantatással kell szülni Isten egyszülött fiát. De magára nem gondolt, hogy ő lesz az Isten szülőanya. Az első választ itt adja. És az angyal elfogadja? Elfogadja. Ne félj, Mária! Jut eszembe, az Úr Jézus, mikor föltámad, így szólítja meg a tanítvány, ne féljetek. Buta közmondás, jobb félni, mint megijedni. Nem igaz. Jobb megijedni, mint félni. Mert aki megijed, az maximum berezel. De azt ki lehet mosni. Katolikusnak gyónás, bukott diáknak pótvizsga, bukott nemzetnek pótszavazás. Addig meg vezetlés és engesztelés. Csak hogy értsünk a szóból. Tehát, az Úr Jézus is, mikor föltámadt és találkozott a tanítványokkal, nem azt mondta neki, hogy hú, én vagyok, ne ijedjetek meg. Nem ijesztegetni gyütt, föltámadni, megváltani gyütt. Én vagyok, ne féljetek. Az ördög eszköze a félelem, az Isten eszköze a szeretet. Úgy áll szembe a szeretet a félelemmel, mint a hit a hitetlenséggel, a remény a kétségbeeséssel. És folytathatnám, jó a rosszal. Azt mondja az angyal, hogy ne félj, Mária, azt mondja, jó hírnök vagyok, jó, nem bukott angyal vagyok. Ne félj, Mária, kegyelmet találtál, és még elmondja, hogy hogy fogjátok hívni. Második válasza. Lorettói litánia, bölcsesség széke. Jó, gyerekkoromban úgy untam a Lorettói litániát, úgy untam. Azóta úgy szeretem, hogy milyen összhangban van a rózsafűzérrel a Lorettói litánia, azt el sem tudom mondani. Tehát, második választ itt adja. Hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek? Mit jelent az, hogy férfit nem ismerek? Hazudott volna Mária? Dehogy nem. Finoman fejezi ki a szüzességi állapotát. Hát hogy ne ismerte volna Józsi bácsi, Zakariát? Hát sok más férfiakat. Az Ószövetségben is ott vannak az ószövetségi proféták. Hányszor olvasjuk azt, hogy nem ismerte meg, ami magához nem vette. Tehát szüzességi állapotát, szabad így mondanom, költőjen, biblikus módon fogalmaz meg. Hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek. Tehát nem mondta kétségbe, hogy megtörténik. Megtörténik. De hogy? Gondoljanak bele, hogy ez az angyal megjelenik az ő, szabad így mondanom, nevelő papájának, Zakariásnak is. És Zakariás mit mond az angyalnak? Hogy tudom meg mindezt? Jánoska hírüladásának. Kérek szépen egy csodát. Néma maradsz pajtás, addig az a jel. Marikának meg nem azt mondja az angyal, hogy Marika, te meg süket maradsz. Addig az jel. Nem. Csak hogy értsük a Lorettói litániát. Angyalok királynője. Mária levizsgáztatta az angyalt. Vizsgáljátok meg, amit kaptok. Bölcsességszék. Ha ez egy bukott angyal, akkor rossz választ ad. Ha nem bukott angyal, akkor az Istenről jön. Akkor jó választ fogad. Angyal a királynője. Döbbenetes. Nem, mindenki csinálhatja, de az Isten szülő anya egyedül nem. A világtörténelemben csak egynek. Az Isten szülő anyának van ilyen lehetősége. Az összes többinek, mindenkinek természetes módon.
Az angyal ezt a kérdést, ez kérdés volt, hogy történik mindez, hiszen férfit nem ismerek. Az első választ itt adja, az atyának a szívébe, a másodikat itt adja, a Szentléleknek megvizsgálja a jelet, majd elfogadja az angyal, és még hozzátesz egy pluszt. Egyébként Erzsébet nővéred x-edik hónapban van. Na most itt Mária nem azt mondja, hogy várj angyal, két nap oda, két nap vissza, azt majd megmondom. Hanem erre rögtön Mária azt mondja, íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Itt adta az atyának, itt adta a Szentléleknek, azt összestimmolta, harmóniába hozta, és beengedte a Szent Háromságos Egyistent a világtörténelembe. Gondolják meg, majd jön egy gyönyörű teológiai nagy dogma, Máriát soha ne higgyék el, Máriát nem szabad imádni. Mária nem társ megváltó, de társ a megváltásban. Ezért mondja második János Pál pápa, hogy a legbiztosabb út az Istenhez Márián keresztül vezet. De miért teszi ezt? Elgondolkoztunk-e rajta? Mert ő nem azért imádkozott, Mária, hogy ő legyen az Isten szülőanya, hanem azért imádkozott,